Üdvözöljük a HMG klinikán! Kérem, foglaljon helyet! Üdvözlöm! Kérem, fáradjon be! Az lenne a kérdésem, hogy a hajbeültetésnek van korhatára. Alapvetően nem az életkor határozza meg, hogy mikor szükséges a beavatkozást elvégeztetni, hanem a hajvesztés mértéke, üteme és kiterjedtsége. Az életkor tekintve 18 és 70 éves kor között ajánlott elvégeztetni a beavatkozást, azonban 22 és 32 éves kor között még zajlik a hajvesztés folyamata, ekkor még nem lehet megítélni, hogy a későbbiekben hogy fog alakulni a kopaszodás, így legfeljebb minimális beavatkozást célszerű csak ejteni ebben a korban. Túl korai hajbeültetés esetén előfordulhat, hogy a donor területről elhasználjuk a rendelkezésre álló hajszálakat. Későbbiekben pedig kiterjedt kopaszodás esetén lehetséges, hogy a meglévő hajállomány már nem lesz elég a hajhiányos területek elfedésére. Másrészt a kopaszodási folyamat során még nem tudjuk megítélni, hogy milyen területeken kell elvégezni a hajbeültetést, ezért megtörténhet, hogy az átültetett haj a további hajhullás után szigetszerűen marad a fejtetőn. Mire kell figyelni, ha valaki fiatal korban szeretné elvégeztetni a hajbeültetést? Érdemes megnézni, hogy az édesapánknak és a nagyszüleinknek milyen mértékű és milyen formájú a kopaszodása. Így egy többnyire reális képet kaphatunk arról, hogy fogunk kinézni majd az ő korukban. Gondolnunk kell arra, hogy ha már fiatalon rászánjuk magunkat a hajbeültetésre, elképzelhető, hogy leszünk ennél kopaszabbak is. Nem garantált, de a jövőt sajnos mi se tudjuk megmondani. Egy 20-as éveiben járó fiatalembernek fontos, hogy a hajvonala a lehető legjobban le legyen hozva. Legyen a homloka. Ugyanakkor 40 éves korban már a férfiakat kevésbé zavarja a magas homlok, sokkal inkább aggódnak a ritkuló fejtetőjük miatt. Ezért egy 20 éves ügyfélen elvégzett hajbeültetés során nem szabad az összes rendelkezésre álló hajat beültetni a fejének az előső részébe, spórolni kell vele, hogy 20 év múlva is tudjanak még hajszálakat beültetni a ritkuló területekre. Köszönöm az információt! Üdvözlöm a HMG hajbeültetési klinikán! Miben segíthetek? Az lenne a kérdésem, hogy 20 hajszálakat is át lehet ültetni. Bár időigényes a feladat, 20 hajszálak átültetése is megoldható. Ügyelni kell rá, hogy a színeket véletlenszerűen válasszuk, vegyesen ültessük, hogy a végeredmény minél természetesebb legyen. Ha szeretnél hasonló tartalmakat látni, iratkozz fel! Várunk a HMG hajbeültetési klinikán!